Na, pászivajosul. Egyes, kettes. Településünkön már több évtizedes hagyománnyá vált, hogy február végéhez közeledve a deleskei szőlőtermesztők, bortermelők megmérettetik magukat a városi borversenyen. Ebben az évben is nagy volt az érdeklődés, az ezévi versenyre 16 fehér bort és 38 vörös bort neveztek a termelők. A verseny minden évben jó alkalom arra, hogy a résztvevők objektív véleményt kapjanak egymás borairól, és hogy együtt jó hangulatban töltsék el az időt. A verseny szervezésében és lebonyolításában másokadik éve főszerepet vállal Pardi Sándor, a Deleske Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóhelyettese is, aki elmondta, az évek alatt igazi közösségi rendezvényén ütte ki magát ez a verseny, és a termelők is évről évre mindig jó érzéssel térnek ide-vissza. Ez a városi borverseny minden év február 3-án, péntekén szokott megtartani, ha lenni. Én hát, a Művközpont 80-as évek elejétől rendezze ezt a borversenyt a termelőknek, gazdáknak, érdeklődőknek, de inkább a termelőknek. Ez egy megmérettetés a mai világban, ott, ahol már egyre kevesebb a szőlő derecskén is. Azok az emberek, akik ezt értéknek tartják, foglalkoznak vele, egész életükben sokat gondoltak erre, meg is tanulták, hogy kell ezt kezelni, ők hozzák el a borokat. Idén 16 fehér bor, 38 vörös bor van. És ezt díjazzuk, nyilván egymást pontozzák 1-től 10-ig, és akkor kijön egy adat, ami takarja a valóságot. Én azt gondolom, és akkor kiosztjuk a díjakat, megvan az első, második, harmadik helyezett, fehér és vörösből kategóriában. Nagyjából ennyit kell tudni az erről a versenyre, ami egy, valójában egy igazi közösségi rendezvény derecskén. A jelentőség az, hogy azokat a hagyományokat, ami valamikor a paraszt életből megmaradt, a szőlőművelés, kert, egyebek, mai világban egyre inkább kezd eltűnni, és nagyon sok helyen felszámolják. Ők ezek a gazdák, akik telepítenek, gondozzák, metszik, kapálják, borra foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy az a régi világ az megmaradhat úgy, mint amikor a régi derecskét mi annak idején ismerteik, illetve még annak idején a 80-as évek közepétől is megismertek. A borok értékelés úgy van, hogy van egy pontozólap, 1-től 10-ig pontozza, megkóstolja, megnézi, megszagolja, gyertya előtt megnézi. De meg aki úgy nagyjából a ízlelésből kiderül az, hogy ő számára mennyire tetszik ez a bor, és akkor beírja a pontokat. Mi összeadjuk, utána egy Excel táblával bevezetjük, és az egész úgy, ahogy van, számítógépes rendszerre alakul, arra figyelve, nyilván, hogy az adatbázis az ne sérüljön, azaz teljesen tiszta módon kerüljön a táblázatba. Erre nagyon sok kollégám van, aki erre figyel. És utána ez kijön, a végeredmény, a legtöbb pontszám kapja bor, az lesz az első, ha esetleg kortverseny, mert akkor is úgy megnézzük, hogy akkor mennyi pontegyenlőség van, és nagyjából így, de én azt gondolom, hogy minden évben kijön az, hogy ki a legjobb bor, vörös bor, fehér bor. A verseny nyitásaként Pardi Sándor, majd Bordán Szabolcs és Polkoláb Gyula önkormányzati képviselők köszöntötték a megjelenteket. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Eljött az a mai nagy nap, a dereskei szőlőtermelők, borkészítőknek a napja. Hisz ne felejtsük, hogy a bor nem csak úgy magától terem, ezzel dolgozni is kell rengeteget. Gyermekkorom jutott eszembe, amikor nagyszüleimmel a Szakarinába mentünk ki, és ott művelték a szőlőjüket. Gyerekként, ha leszettünk két tőkét, már nagyon boldogok voltunk, és játszottunk kint, de legalább közel voltunk a természethez. Az élmények meghatározza az embernek az életet, biztos. De a bor szeretete persze nem akkor alakult, egy kicsit később az én szememben is, hisz ehhez is meg kell érni. Ahogy meg kell érni a szőlőtermelésre, borkészítésre is. Itt nagyon sok ismerős arc van, aki évről évre megnézeti magát, és mindenkinek megmondott is taktikája, hogy miért lesz annyira egyéni, speciális az ő saját bora. És azt követően meg eldől az, hogy kinek milyen szájíz lesz, szerint melyik lesz a legeredményesebb. Én mindenkinek jó szórakozást kívánok, és jó kóstolgatást, és kell elsőnek és utolsónak is lennie, és ne felejtsük el azt sem, hogy ezért mindenki rengeteget dolgozott. Hisz ott kezdődik, hogy kinyitjuk a szőlőt, és azután az azt követő folyamatokat mindent végig kellett csinálni minden gazdának. És úgy kóstolgassuk egymás borát, és mindenkinek sok sikert kívánok a mai napra. Köszönöm szépen! Én is üdvözlök mindenkit!
Bardi Sanyi már elmondta, hogy erősek ezek a valószínűleg 2018 évi borok. Nagyon sok napsütés volt, tehát több cukor keletkezett a szőlőben, mint egy átlagos évjáratban, de én nagyon bízok, hogy mégsem erősebbek, mint mi. Tehát nincs olyan erősek a borok, mint mi. Még annyit szeretnék elmondani, én 1999-ben voltam először borversenyen, azóta minden évben itt vagyok. Tehát most évforduló van, Fejes Sanyi barátommal Debrecenből, ő sem hagyott ki talán egyet sem, úgyhogy 20 éve minden egyes alkalommal itt vagyunk. Még egy dolgot, két héttel ezelőtt itt volt Derecskei Pályás Zsolt, megtisztelte a pincémet, utána született erről egy cikk, ami a Magyar Nemzetben is megjelent. Csak a legvégét szeretném felolvasni, ami nem rám vonatkozik, hanem szerintem minden derecskei borászra. Tehát Bályás Zsolt megjegyezte, egy életre jó bor bárhol felelhető, ahol megterem a szőlő, mert a jó bor minden bizonnyal a gazdától függ. Ebbe érintettek vagyunk mindenkinek, sok sikert, és én azt szeretném, hogy mindenki nyerne ma este. Bordán Szabolcs önkormányzati képviselő riporterünknek elmondta, sokadik éve részt vesz a versenyen. Hozzátette, de Leskén még mindig sokan foglalkoznak szőlőtermesztéssel és borkészítéssel, és nagyon jó látni, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabbak is részt vesznek ezen a versenyen. Ez nagyon fontos a helyi lakosság számára, hisz itt az éves munkát tudják bemutatni, hogy milyen verítékkel adott esetben készült az a bor el, hisz a nyári napmelegtől a őszi hideg napokig kint kellene a szőlőskertben, és csinálni kell azt, hogyha szeretné normális jó bort készíteni mindenféleképpen. És az itt levők, minden itt levő ezt elkövette és beletette szívét, lelkét ezekbe a borokba. És ez az a lehetőség, amikor meg tudják mutatni azt, hogy mit tudnak otthon csinálni ebből a szőlőből a derecskeiek. Ezért fontos és nagy jelentőség ez a borverseny derecskeiek számára. Hála az énnek a kertségekben még működnek a szőlőskertek, és ha tudjuk, akkor meg is őrizzük ezeket a kultúrákat. Én a borkészítéssel apósom révén kerültem kapcsolatban. Ő, aki segíti az én munkásságot ezen téren, Otello főként az, amit ő termel, és akkor abból készül bor. Ahogy tudok, segítek neki, és így van közös borunk. Nekem pársol szőlőm van, amiből most idén nem bor, hanem pálinka készít, és az apósom borával közösen neveztünk. Bízunk benne, hogy nagyon jól sikerült, a többiek szerint is. Természetesen mindenki számára a saját bor a legfinomabb. Jó bor titkát nagyon nehéz megfogalmazni. Én még nem nyertem borversenyt, ezért talán nem én tudom megmondani a leghitelesebben. Ezt már többször is idéztem egy borász ismerősöm által, hogy háromfajta bor létezik. Az egyik a díjnyertes bor, a második a primőr kiváló fantasztikus bor, a legjobb az, mert mindig a sajátunk. Porkolár Gyula önkormányzati képviselő 1999 óta minden évben megméreteti magát a versenyen, sőt néhány alkalommal a győztesnek járó titulust is bezsebelhette. Sok minőségi, ízletes bor került már ki a kezei közül. De vajon mennyire kedvezőek itt Derecskén és környékén az adottságok a szőlőtermesztéshez? Derecske az érmellék mellett helyezkedik el. 1900-as évek elején az érmellék Magyarország egyik vezető borvidéke volt, sajnos Trianon után ez elmúlt, itt a Románia szélén maradtak, aztán nem fejlődött tovább a borászat. Derecskén több száz hektár volt még ezelőtt 30 évvel is a szőlőterületeknek a nagysága. Szerintem remek barna homokos területek vannak, ahol jó minőségű szőlőt, alföldi szőlőt lehet termelni. Természetesen én úgy gondolom, hogy a jobb adottságokkal, egri, tokai jobb adottságokkal rendelkező termőterületek ez nem hasonlítható, de egy jó minőségű alföldi bort lehet készíteni Derecskén is. Legelőször 1999-ben vettem részt a borversenyen, azóta minden évben itt vagyok. Hát a tapasztalatom azt tudom mondani, hogy folyamatosan évről évre szebb, jobb borok vannak. Most a fehér borok kóstolásán vagyunk túl. Azt tudom mondani, hogy minden egyes bor, amit fogyasztottunk, teljesen tiszta volt, jól kezelt, a fajta jelleg érzik rajta, azon belül persze vannak finomabbak, kevésbé finomak, de hogy a kezelése a bornak az tökéletes volt, azt tudom mondani, hogy szerintem a fehérnél ilyen minőségi borokat az elmúlt 20 évben én nem fogyasztottam.
olasz Riesling, az egyik fehér bor, amivel neveztem, a másik pedig egy Zala gyöngye, ami van Biancám is. A Zala gyöngyét most külön szedtem, eddig minden évben a Biancát és a Zala gyöngyét azt összekevertem. Most a Zala gyöngyét külön szedtem, hiszen az egy kommerszebb bort lehet belőle készíteni, kevés savval rendelkezik, emiatt nem tettem a Biancába, és akkor lett belőle egy minimális mennyiség, és azt tudom mondani, hogy olyan bort sikerült a Zala gyöngyéből készíteni, ami el se tudtam képzelni eddig, úgyhogy nagyot nőtt a szemembe, jövőre még, tehát jobban fogok odafigyelni rá. Mi a jó bor titka? Mindenképpen a kezelés, de én úgy gondolom, hogy szakkönyvből is meg lehet tanulni azt, hogy lehet jó bort készíteni, de mindenképpen szerintem több kell hozzá. Tehát egy bor megérzi azt, ha az ember szereti. Tehát ha végig odafigyeléssel követi a bornak a fejlődését, érését, akkor az, szerintem a bor is meghálálja. Bortermeléssel nem foglalkozom, én rendszeresen a Nászoron barát szoktam elhozni, mert ő igazán nagy aktív termelő, és viszont az ilyen megmérettetésüktől általában távol, illetve mindig távol marad. Miért ajánlaná a bort fogyasztásra? Fogyasztásra? Hát elsősorban az ízéért, feltétlenül az étek mellé nagyon fontos a kellemes ízű és zamatú folyadék, és nem beszélve arról, némely kis kellemesen érzik egy kis bódító hatás, ami igazán a pihenés és egyéb alkalmasságra ez igazán elősegíti az embernek a pihenését. A boroknál sajnos én nem fogyaszthatom csak fehér bort az egészségi állapotom miatt, de a vörösét is keresem, és azt hiszem, hogy a vörös bor viszi mindenhol a pálmát nagy mértékben, minőségben, de a fehér bornak is ott a hely az első sorban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyen vagy olyan szükségességből a fehér bor is van olyan jó minőségű, mint a vörös bor. Ha valaki valamit készít vagy termel, legyen a csizmadia vagy a szabó, var egy öltönyt, vagy csinál egy cipőt vagy egy csizmát, ugye az arra mindig büszkén gondol. Az ugye megveszi egyszer, és még el nem nyövik, az hordja. Nekünk meg még a bora pincébe van, és hogyha szükségünk van rá, úgy érezzük a hangulatunkat, növelni kell, vagy jól esik, mert rossz napom volt, jól esik, mert finomat vacsoráztam, akkor feltétlenül egy pohár bor kísérete mindig fontos. A versenyen hanyadik alkalommal vesz részt, mióta vesz részt a versenyen? Hát mióta létre jött ez a borverseny, azóta én majdnem minden évben részt veszek benne. Hát ez egy ilyen bulinak jellegűnek tekinthető, mert egy évben egyszer megtörténik, és ilyenkor felmérik egymás között, hogy na hát ki hogy csinálja meg a bort, hogyan működik a szőlőművelés, meg a hasonló dolgokat. Hát nekem is a dédjeim mind vincellér volt, az én nagyapám, és már én 10 éves koromban metszettem a szőlőt. Édesapám csendőtiszt volt, hogy ezt kell mondani, és kérlek szépen kétszer sebesült meg az első világháborúban. Nem tudott lehajolni, azt mint gyerekiknek hamar be kellett állnunk a szőlőmetszésbe, mert valahol nem tudta lemetszeni, nem tudta olyan. Azt én már akkor megtanultam a szőlőmetszést, és azóta kérlek szépen ezt mindig folytatom. Most is több hektár szőlős területünk van itt ez a vidéken, most főleg a fiamnak van, de nekem 1 hektár területen van itt,
a sátor, külső sátorkertbe, a sátordombra nyúlik rá, és ott van a szőlőm, meg ott gazdálkodok, vannak apró jószágok, mi esmi. És ugye ez nekünk most már hobbivé vált, mert ugye minden évben a barátokkal, ha kijönnek, akkor ott vagy szalonás ütünk, és szalonás ütés közben ugye elbeszélgetünk, metszik a szőlőt, megmondjuk, hogy nakamám, hogy metszem, mert jövőre, ha én jó metszek, akkor jobb termés lesz, ha nem jó metszek, nem jó termés lesz. És milyen borokkal nevezett? Hát nekem most vörösborral neveztem be, az előző évben is vörösborral meg rozéval, akkor első helyezett lett a rozébarom, de most nem tudtam rozét, most vörösborral léptem ebbe a műsorba bele. A vörösbor az mindenféle szempontból állítólag a vérkeringés is elősegíti, vagy az érrendszerre a letapadott zsíradékokat könnyebben oldja, tehát az év infarktus ellen is nagyon a vörösbor. Amellett meg különféle gondolom nyomelemeket tartalmaz, tehát én legalábbis a vörösbort ajánlom, ami az emberi szervezetnek egy emésztési szempontból is nagyon fontos. Éve részt vesz már ezzel a borversenyen, mi a hangulat van itt? Hát a borverseny mindig jó hangulat van. Az első turnusban, mikor egy jó pár évvel ezelőtt, még zene is volt, lehetett táncolni, lehetett szórakozni, tehát egy olyan jó kis kikapcsolódás volt, hogy a farsangi bulinak egyik részlete ez. Ugye, mert most az van, tulajdonképpen a farsang is, és a farsangnak ez egy olyan folyamatosan jó hangulatot teremtő kis összejövetel.